És van még egy szöveg, ami pedig a nemzeti, ami sokkal nemzetibb, és a nemzeti identitásunkat célozza. Az a címe, hogy a magyarok keresztje. A Szent Koronán ferde a kereszt. Hungarikum. A világon sehol nem ferde a kereszt. Se koronán, se templomon, se síron, se semmin. Ha jól tudom, Jézus Krisztust nem 65 fokos szögben Srihen feszítették fel. Közismert a sztori. A 17. században bezárták a koronát valami szerencsétlenek egy ládába, aztán trehány népség lévén elhagyták a kulcsot. Nincs kulcs, nincs korona, nincs államiság. Aztán mindjárt itt a királyné. Na, most mi a fasz legyen? A koronaőr, az udvarmester, a nádor, vagy valamelyik hozatott gyorsan két lakatost, gondolta, majd felnyitják az árat. Ehelyett azok nagy szakértelemmel elkezdték feszegetni a ládát, míg aztán annak rendje és módja szerint szanaszéjjel baszták, úgyhogy amikor végre előkerült belőle a korona, látták, hogy sikerült jól elfertíteni a keresztet a tetején. Na most mi legyen, baszd meg? Hát egyenesítsed ki, Sanyi! Lófaszt! Még ott marad a kezembe, aztán rám fogják, hogy én törtem le. Miért nem egyenesítette ki a Sanyi? Még letörik? És akkor mi van? Vissza lehet azt forrasztani, hiszen eredetileg is oda lett valahogy dolgozva, nem úgy nőtt. Csak hogyha letörik, akkor beáll a magyar történelem legsötétebb pillanata, amikor nincs a koronán kereszt. Mintha Isten levette volna a kezét a magyarokról. Azt a lidérces fél órát, amíg visszaforrasztják a keresztet az eredeti függőleges állapotába, a mai napig senki nem merte megkockáztatni. 1638 óta itt mindenki Sanyi. Mi van, ha a fél óra alatt Isten lefényképezi a koronát, és nincsen rajta a kereszt? Ebben még belegondolni is rossz. Akkor inkább maradjon ferde. Már mindig is ilyen volt. Legalábbis nagyapám idejében még ilyen volt. Én is néztem, miért ferde? De hát a Szent Korona, a Szent Korona, én meg csak a Sanyi vagyok. Hát honnan tudhatnám én azt? Szép az a korona! Az úgy szép, olyan ferdén. Így esett, hogy valamivel kapcsolatban, ami el lett baszva, mi kollektíve úgy csinálunk, mintha teljesen rendben lenne. Nem csoda, hiszen mindennel így járunk el. Csak hogy ez a valami, ez nem pusztán valami, ez a mi legnagyobb kincsünk. A kereszt a koronán, annak a balsorsnak a szimbóluma, amiről csak mi tehetünk, de erre sosem jövünk rá. A ferde keresztre nem kérdez rá senki, pedig még annak is szemet szúr, akinek szemtengelyferdülése van. A magyar nem firtatja a kérdést, mert érzi, hogy a lekváros bödön beragadt a keze, úgyhogy zsebrevágja bödönnel együtt. Tudja ő a lelkeméjé, hogy nincs ez így rendben, de hát olyan régóta ferde az a kereszt, most már minek bolygatni. A külföldi meg zavarban van, nem mer rá kérdezni, mert hogy miért ferde, mert szégyeli, hogy nem tudja. Biztos benne, hogy valami oka van annak, hogy ilyenre csinálták, csak nem ír róla a Lonely Planet. Föl sem merül benne, hogy ez így el van baszva, és nem javították meg. Eljött a 20. század, az ember megtanult atommagot hasítani, aztán elrepült a Holdra. Jött a 21. Lassan kész a géntérkép. A koronán pedig továbbra is ferde a kereszt. Még várunk a megfelelő technológiai feltételekre. Még mindig félünk, hogy mi van, ha letörik, aztán nem lesz rajta, míg visszalakjuk. Inkább gyártunk belőle 18 másolatot, minden megyeszékenyre ugyanolyan ferde keresztel. Ahelyett, hogy azt az egyet kiegyenesítenénk. Pedig nincs késő. Még mindig zajlik a történelem. Ha most kiegyenesítjük, 300 év múlva senki sem emlékszik majd, hogy valaha ferde volt.